Magyarország nem hagyja magát, védjük meg a rezsicsökkentést. Ezzel a címmel tartott fórumot a Fidesz Gödöllőn február 5-én. Vécsei László képviselő hangoztatta, külföldi tulajdonosok, bankok, energiaszolgáltatók, brüsszeli bürokraták ismét támadják a rezsicsökkentéseket. Harag Péter, a KDNP frakció vezetője hangsúlyozta, a nyugdíjak reálértéke emelkedett az elmúlt években. Meg kell védeni a GyedExtrát. Ez azon a sajtótájékoztatón hangzott el, amit Vécsei László fideszes országgyűlési képviselő és Tolna Ildikó a Fidesz Pest megyei nőtagozatának alelnöke tartott február 5-én Gödöllőn. Másodszor rendeztek általános iskolásoknak vers és prózamondó versenyt Zsámbokon. Január 28-án a József Attila Művelődési Házban mintegy 40-en mérték össze a tudásukat több korosztályban. A versenyt a Liliomszál Alapítvány közösen szervezte az Együtt a Kárpát-medencei Gyermekekért kulturális és hagyományozó egyesülettel. Ismét böllérversenyt rendeztek Kistarcsán. A viadal győztese a Góbé Komák csapata lett. A székely származású csapattagok több külön díjat is besöpöltek, például a hagyományőrzésért és a legfinomabb májas elkészítéséért is.